Sükös Ferenc kérdése dr. Horváth Gyulához szólt. Legyen szíves felsorolni a nézőknek is, és remélhetőleg a Pécsen kívülieknek is, az országnak is, hogy melyek azok az indokok, amik igenis Pécs regionális központi szerepköre mellett felsorakoztathatók. Hosszan lehetne sorolni a regionális központok funkcióit európai tapasztalatok alapján. Az első és legfontosabb, ez egy kicsit leegyszerűsítő válasz persze, de az okok teljesen egyértelműek, hogy Európában nincs olyan regionális központ, amelyik ne a régió legnagyobb városa lenne. A népesség szám és az ehhez kapcsolódó gazdasági, társadalmi, kulturális, oktatási és egyéb funkciók egyértelműen minden országban, két kivételtől eltekintve, Németország és Bulgária, a legnagyobb várost tették a régió központjává. Egy hatékony funkció megosztást kell kidolgozni a régió gazdaság fejlesztési stratégiájának függvényében. Azon kell elsősorban gondolkodnunk, hogy milyen a gazdaság versenyképességét erősítő tevékenységekre van szüksége ennek a régiónak, és hosszan lehetne sorolni a letelepítendő funkciók körét. Meg kell vizsgálni, hogy a funkciók telepítéséhez hol a legalkalmasabbak a feltételek, és a regionális együttműködés keretében ezeket a fejlesztéseket a lehető legalkalmasabb helyen kell kezdeményezni. Kaposvár geográfiai pozíciója egyértelműen logisztikai központfunkciók telepítésére alkalmas. Pécs, a legnagyobb népességtömörülés, a legdifferenciáltabb kulturális felsőoktatási intézményhálózattal rendelkező település, értelemszerűen igazgatási, bizonyos szempontból közigazgatási jellegű funkciók telepítésére a legalkalmasabb. A geográfiai fekvés és a funkciók ellátása között ma már az információs társadalom korszakában nincs olyan szoros kapcsolat, mint ahogy egy korábbi korszak tapasztalatai alapján ezt gondolhatnánk. Kitől és mit szeretne kérdezni? Senk Jánostól, a Dialog Campus kiadó főszerkesztőjétől kérdezem, miként látja a tudományos könyvkiadás helyzetét Pécset, hogyan értékeli ennek a városnak a versenyképességét a tudományos könyvpiacon.